Janza Kata és párja Pessák Ádám már több mint 2 éve alkotnak egy párt. Az idő őket igazolja, hiszen kiegyensúlyozottabbak és boldogabbak, mint valaha, és itt vannak velünk a stúdióban az Operettszínház 2 színésze, Janza Kata és Pessák Ádám, jó reggelt! Sziasztok, milyen jó, hogy 2 év után sem engeditek el egymás kezét, ez olyan cuki. Van még remény, látod pedig. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó rátok nézni, mert abszolút boldognak tűntök, és jó így indítani a reggelt, nem egy szép pár. Azok is vagyunk. Hát azok is vagyunk egyébként, igen, tényleg jól mondtad, hogy így az idő minket igazol, de hogy nem is éreztük szükségét annak, hogy egyébként ez bárhol úgy bizonygassuk, csak olyan szép csöndesen éldegélünk együtt, igen, és hogy ez olyan boldogság nap, mint nap, hogy úgy jól vagyunk, kiegyensúlyozottan, és tényleg azt gondolom, hogy az első viharok után, amik úgy értek bennünket, úgy szépen így elcsendesedett ez a dolog, és szeretnek bennünket az emberek, a családtagok is, az emberek, a barátok és a nézők is, hál' Istennek. De ezek ilyen külső viharok voltak, azzal meg nem kell törődni, nem? Úgy van, igen. Mi is így döntöttünk a végén. Nehéz ugyan, de nem kell vele foglalkozni. Igen, azért megviselt titeket, vagy rányomta azért így a mindennapokra akkora bélyegét, hogy mondjuk kaptatok ilyen támadásokat, vagy nem támadásokat? Hát akkor nekem ugye először, ugye, mint frissen bekerült ezekben a bulvárhírekbe, nekem nagyon rosszul sült el a dolog, már mint nekem nem volt jó, de utána sikerült. Hát benne volt benne a gyakorlatot, persze, hogy és akkor, ilyeneket is írnak. Igen, és akkor én ezekről nem tudtam semmit, hogy ezeket hogyan kell kezelni, de aztán utána úgy döntöttem, hogy akkor nem foglalkozok vele, az a lényeg, hogy imádom a Katát, és... És jól megvan. És ez látszik, hogy ültetek már az előbb is, ez nagyon, tényleg nagyon kell. Elmeséltek, hogy ismerkedtetek meg, vagy emlékeztek rá nyilván? Természetesen az anyaszínházunkban, a Budapesti Operettszínházban, ahol Ádám még kis stúdiós volt, és jött felvételizni, és akkor azt mondja, hogy sose felejti el a pillanatot, hogy megkocogtattam a hátát, és mondtam, hogy én leszek itt most a műsorvezető, te meg felvételizni fogsz, sok sikert, mit kell tudni rólad. És mondta, hogy azért egy picit úgy megfordultam, és azt mondja, hogy tényleg azokat állít, és ő fog vele riportot csinálni, úgyhogy ez aztán persze természetesen most már ott tartunk, hogy például a Dorian Gray című musicalben, amit legutoljára mutattunk be, ott már együtt játszunk a színpadon, nem is akármilyen szerep. Ez egy pikáns kicsit az a pikáns, szereposztás ilyen tekintetben. Igen, hát én az édesanyját alakítom az Ádámnak, de hogy akik látták a darabot, azt mondták, hogy egy másodpercig eszükben sem jutott, mert hogy annyira erős az a jelenet, az a család jelenet, amiben vagyunk, hogy inkább megdöbbentő a hatása, és azt mondták, hogy nagyon klassz így együtt bennünket látni, de nem is volt kérdés, mert a színház az egy másik terület, az Ádám fanatikus, egyébként ezt nyugodtan elmondhatom, nagyon szigorú a színházban, nagyon dolgozik, és szóba sem kerül egyébként a próbák alatt, hogy mi egy pár vagyunk. A szünetekben igen, meg este az előadások után. De... Megbeszélitek? Mondjuk este, tehát vagytok egymás kritikus? Igen, én például állandóan kérdezek, hogy szerinted itt mit gondolsz, és akkor ezt hogy kéne csinálni? Szóval ilyenkor én teljesen bepörgök, én meg egy jó van kicsit nyugi. És őszinte ilyenkor? Tehát megmondja a rossz dolgokat. Persze, és én ezt is kívánom, hogy mondja meg, persze, hát ettől fejlődik az ember, én azt gondolom. Én szigorú vagyok Ádámmal, mint ahogy magammal szemben is, de hát egyébként miért is ne lennék, mert ez egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy az ember túl az elfogultságon és a szerelmen egy kicsit ezt külön tudja választani, és hát egymást megnézzük, mint ahogy remélem Ádám most az új felújításokban megnéz majd engem, visszajön az én és a kisöcsém, ami óriási öröm, mert egy nagyon nagy bohóc szerepem van benne, vagy hát itt volt ugye a friss bemutató, amit együtt játszunk, és hát itt van a legnagyobb boldogság számomra az Amerikai Komédia, amit már játszottunk szintén, de most Felföldi Anikó visszatérése volt, egy kisebb betegsége, de most már hál' Istennek, mert ő olyan strapás, olyan erős és egészséges visszatérés, egy nagy ünneplés keretén belül majd Anikóval a főszerepben, meg velem a főszerepben visszajön. Hát Ádám meg elképesztő dolgoknak néz most elébe. Most jó lesz, mert most az Arénában megkaptam az egyik főszerepet, a Talpra Magyar című rock musicalben. Ugye, amit Szurdi Miklós és Topolcsányi Laura írja a szöveget, és Mátyási Szabolcs a zeneszerző. Úgyhogy megyek az Ádámot az arénában nézni. Rengeteg csináltok. És akkor hogy jut ide arra, hogy mondjuk otthon is mondjuk nekem is ez az ötletem, hogy otthon hogy tudtok akkor tárgyalni mondjuk a szerepekről, így a magánéletben. Hát most keveset. Mert hogy nem találkoztok. Hát most keveset, de egyébként biztos a nézők ezt nem gondolják, vagy akik így nézik az adást, de hogy ez is úgy működik, hogy például kikérőre, van egy ilyen kikérős rendszer nálunk a színházban, ami teljesen jól működik, és egyébként a szabad napokat is beszoktuk írni, tehát picit szeretnénk elutazni, akkor azt is beírjuk, ilyen kis szerelmes levél az igazgatóságnak, hogy szeretnénk most elmenni 3-4 napra, és nagyon jó fejek, mert egyébként tudják, hogy mit húztunk le az utóbbi időben, főleg karácsony tájékán.
és akkor azt mondják, hogy nyugodtan menjetek el így pár és napra. Most el tudtok menni most valóban? Voltunk pár napot, ahol igyekeztünk nem színházról beszélni, persze ezt nem tudtuk elkerülni, de hát nagyon hálásak vagyunk egyébként az Operett Színháznak, hogy kiengednek minket különböző produkciókba, ez is nagyon fontos dolog, hogy így a szánt próbálgatások így létre tudnak jönni, de hogy mindig van azért csúrancseppen egy kis szabad idő, és nem utolsó sorban a gyerekekkel is, mert azt is nagyon, én nagyon, nagyon fontosnak tartom, hogy így négyesben is együtt tudjunk lenni. Sokszor mentek egyébként, tehát hogy hamar beilleszkedtél így a családba? Igen, hál' Istennek a Samu is, meg a Janka is elég gyorsan ugye úgymond befogadott, szóval én erre nem is nagyon törekedtem, hogy most én meggyőzzem őket, hogy már pedig nagyon jó, hogy én itt vagyok, hanem hál' Istennek megtaláltuk gyorsan a közös hangot ugye a Samuval is, meg a Jankával is. Hát a Jankával nem volt gond szerintem, mert ő már a saját útját járja, 20 éves? Igen, igen 19 igen, éves. De... felnőtt, ugye Samuval sem volt gond ezek szerint. Hát ugye pont az, hogy én tudom, hogy ő, hogyha valami baja van, akkor hol kell keresni a hiba forrását. Hát meg a mondjuk csak nem ott. Hát a két fiúk. Hát akkor van ilyen. Az egy jó kis kapcsolódás. Az előbb említetted, Katta, hogy szigorú vagy, kritikus mondjuk a színpadon, de mondjuk ez otthon is elmondható? Otthon nem. Nem. Akkor lelazítasz? Sőt, Ádám szokta néha mondani, hogy doppergés, és az év anya díjat nyerte, Janzakata. Tényleg? Nagyon nem, egyáltalán. Én játszópajtás vagyok otthon, és kiszolgáló személyzetet tőlem, bármit lehet kérni este. Kiszolgáló személyzet. Én kenyére kenhető valaki vagyok, szóval Samuval bármikor, ha este 10-kor kitalálja hétvégén, hogy most kell gazdálkodni, okosan játszani, akkor anya odáll, vagy egy kapuzni tavasszal, akkor is odállok, és a Janka is bármit, tehát még tegnap is nem tudom hány órakor jutott eszébe, hogy ő még milyen zsömlét szeretne, és akkor én odaállok. Igen, mert keveset tudok velük lenni, igen, Ádám egyébként nagyon sokat segít, de mindig azt érzem, hogy amikor van egy kis közös idő, akkor nem tehetem meg, hogy magazint hogy olvasok, vagy valami. Nincs olyan, hogy Ádám morcos, hogy te éppen anya vagy, és akkor nem vele foglalkozol? Soha nem morcos. Most pont úgy sem valanában. Nem, pont azért segítek neki, hogy minél gyorsabban az enyém legyen, hogy ezeket az dolgokat ugye. Ez egy milyen jó hozzáállás egyébként, igen. Tényleg ezt sokkal tovább vihetnék. Igen. Szoktatok közös programot csinálni négyesben, hogyha van rá lehetőség? Szoktunk, persze. Szoktunk egyébként, igen, a gyerekekkel, így vannak ilyen kedvenc programjaink, amiket így együtt csinálunk, és akkor azt úgy megszavazzuk, hogy kinek melyikhez van kedve. Általában az van, amit a Samu szeretne. Samu szeretne, és akkor úgy mindannyian örömünket leljük benne. Tehát azért igyekszem úgy koordinálni a dolgokat, hogy mindenki jól járjon. Ugye a színész kapcsolatoknál létezik olyan, hogy ezeket filmekben lehet látni, hogy így végszavaztok otthon egymásnak, amikor tanultok egy szöveget, meg ilyesmit. Olyan romantikus lehet, nem? Amikor két művész ember abszolút. Otthon gyakorol, és az egyik segíti a másikat, még hogyha nem is abban a szerepben. Meg ugye van. Mindig azt mondják, hogy a színész hogy megy ez pár, ez egy különleges kapcsolat, igen. Ez nem egy ilyen halad. Van ilyen egyébként, tehát hogy most ezt csak igazolni tudom, amit mondtál, és valóban romantikus, tehát ez úgy néz ki, hogy az ember, mit tudom, tréning nadrágba veszik, igen, azért mondom, hogy onnan mond, hogy, igen. És akkor jó, mondom, és akkor sokszor van olyan, hogy a sztrék kihúztuk azt a részt, hát, mert pont ez a jobb, hogy néha elröhögitek, ott is, ahol nem kéne. Azért mondom, ez nagyon jó. Volt egy dal, amit az Ádám gyakorolt, egy másik főszerep, amit nemrég kapott meg, abban gyakorolt, és abban nekem közbe kellett volna vágni, hogy valamit, és amire ő azt mondja ilyen megvetően, hogy bébi, még nem fejeztem be, és azt én honnan tudtam volna, ugye, és mondta, hogy itt kellett volna megvetően közbevágnod, hogy ízés mondom, hogy ne haragudj, háromszor nekifutottunk, és mindig csak ültem és néztem, úgyhogy röhögés lett a vége, nem tudtam neki segíteni. De ezt jól megjegyezte ezt a részt. Legalább. Abban nem hibáztam. Nagyon jó titeket látni, és köszönjük szépen, hogy... És jó, hogy ide értetek. Igen, köszönjük szépen a lehetőséget. Köszönjük, sziasztok.